Jó reggelt, Vietnám! No, Odysseus, figyelj csak! Mi szólna, ha elmennénk sétálni egyet? Most reggel van, most elmehetünk. Na gyere! Gyere, kicsit körbenézünk. Na gyere, ne félj! Ne félj, nincs itt semmi, ami bánthat. Ne félj, nem bánt a kacsa, nézd, nem bánt, nem bánt. Odysseus! Na várj, Odysseus. De ennyire nem lehetsz hadilábad az ajtókkal. Na jó, tudod mit? Tessék. Lebontom valójában, csak azért raktam vissza, hogy ne tudják kiszökni. De miért van az, hogy az a zöld randaság tegnap simán ki tudott jönni? De akkor miért nem? Na gyere, például megnézzük a hármas számú lakóházat, gyere, amit te nem fogsz megnézni, mert ajtó van benne. És amúgy ide be tudsz jönni? Lehet, most rájöttem amúgy, hogy lehet, hogy ezeknek az ajtóknak az ilyen a dizájnuk, hogy az állatok is bejöhessenek. Na gyere, megnézzük azt a tészta étterem szerűséget. Valamit. Gyönyörű helyet, még ég a tűz a kandallóban. Gyere, elsétálunk erre is. Elsétálunk. Megnézzük. Hát mit tudnánk még megnézni, ahova nem vezet a ajtó, tehát... De gyere, 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 gyere. Hoppá, itt átugor. Na, Odysseus. Azt mondom, gyere, akkor gyere. Jössz azonnal? Jössz azonnal? Na gyere, Odysseus. Na, gyere. Gyere, tessék, gyere, átugorjuk ezt a rácsot. És bejövünk ide. Úgy, né, ügyes vagy. Gyere. Hoppá, és mivel hogy megy le a nap, úgyhogy gyorsan haza is megyünk. Gyere, Odysseus, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Gyerünk, 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 mert itt utána mindent el fognak özölleni majd a Herobrinek. Na basszus, erre se fogunk visszamenni. Oh-oh. Na gyere csak, Odysseus. Gyere gyorsan. Gyere, gyere. Na, Odysseus, mi a... Gyere! Gyere már! Ó, az Istenért, Odysseus! Gyere már! Ja, hogy itt mi nem fogunk följük. Ez királyság, ezt jól megcsináltad. Na, ezért majd még visszajövök később. Most, gyere, Odysseus! Jó volna hazajutni. Még mielőtt itt mindent előzöllenek. A Herobrinek. Hú, basztus, már este is van, gyere gyorsan. Odysseus, az Istenért! Hát most mindenhova bemész, eddig sehova nem voltál hajlandó bejönni. Most meg... Egyre nehéz veled, na, gyere, befelé. Gyerünk be, ide, gyerünk, gyorsan, fasza. Oké. Szép álmokat, Odysseus! Én most elmegyek és felfedezem azt a laboratóriumot. Illetve, hogy azt a szerintem laboratóriumot. Vagy nem tudom, hogy mi lehet még az a... De jobb lesz, hogy csak kardot ragadok. És megnézzük azt a laboratóriumot, de előbb... Na nem, ezt innen most nem szedem ki. Bonyolult lenne. Na gyerünk! Hoppa! Vízi csúszda, yeah! Lol, 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 és ott van egy ilyen. Gyere, csontika. Jézus Istenem. Ó, ne, csak ezt a sistergő borzalmat ne. Az mi már egy homok? Lol. Ad meg egy. Gyere, te sistergő borzalom. Gyere csak, Herobrin. Gyere, gyere, gyere! Na, azért mondom. Jó, ez csak egy birka.
Na, tehát ez a Glenora Manor. Bármi is legyen ez. De mi ez a homok? Nem vagyok valami okos, de ezt állítom, hogy ez nem volt még itt. Lol. Egy lada. Ott is minden tele van ezekkel a Herobrinekkel. Ráadásul ez a rém ide jön hozzám. Az innen távoz, 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 távoz. Jézus Istenem az atyám. Az mi? Lol. Ez a szörnyeteg egyszerűen csak így drzzz, úgy fölrobbant. Hát ez mi volt ma? Nem elpusztította a ládát is. Hát ez a könyv volt rajta? Végső üzenet? Vajon ez volt benne? Hát ez speciál most nem nagyon izgat. Egyelőre... Azt a mennyi búza! És itt egy mocskos Herobrin már megint. Mindenhol ott vannak ezek. Nem csodálom, hogy elragadták a falusiakat, és hát ezekből... Úristen, micsoda búza! Mező van itt, hát ez... Csúcs! Na, most még megvizsgálom azt, de ott is van egy ilyen kis vaszak, ami fölrobban. Kéne egy hely, ahol nyugiba elolvashatom a könyvet, a végső üzenetet. Na, ez jó lesz itt, már megcsináltam, úgy látom az ajtót. De basszus, ez bejön ide. Jézus Úristen. Te szemétdög, távozz! Ide lőtt egy nyilat, te jó Istenem. Úristen, és még el is kapok itt valamit. Na jó, most már az idegeim tényleg felmondják a szolgálatot. Kell valami nyugodt hely, ahol el tudnám... De már megint itt van egy! Ez belém lőtt egy nyilat! Úristenem az atyám! Oké, találom valami nyugodt helyet, itt meg egy Herobrin. Jobb lesz, ha visszamegyek Odysseushoz, mert ez nem normális, ami itt van. Az oké, hogy nem bírják a napot, de hogy éjjel így előzöllenek mindent. És tényleg előzöllenek mindent, tehát nem tudok körülbelül két lépést úgy megtenni, hogy ne találkozzak valamilyen borzalommal. Na jó van. Nincs ide bent semmi, ugye Odysseus? Jó. Jó, 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 nyugi, meg vagyok, jó. Na nézzük azt a végső üzenetet. Egyetlen fegyverünk van a Herobrinek ellen, a fény. De Herobrine sok más teremtménye is megjelent már errefele. Csontvázak. Hát... A csontvázak gondolom. Azok a csontos fickok, oké. Okay. Creeperek. Hát azok biztos ezek a zöld robbanó vackok. Te jó Isten! Hát itt is! De nem á! Hát itt is, ez a ház se biztonságos, én most jöttem rá. Ez nagyon durva. Na van egy ilyen... Ezt is elhoztam otthonról. Ez nagyon durva. Jobb lesz ezt a problémát nagyon gyorsan orvosolni. Kéne csinálni egy-két ajtót. Sose voltam egy nagy asztalos mester. De talán... ahogy tökéletes lesz. Nekem megteszi, nem valami szépek, de... jó lesz. Jók lesznek. A célnak tökéletesen megfelelnek. Na, jó, most már tökéletesen biztonságban vagyunk. Odysseus, te mit nézelődsz itt? Na, gyorsan a végső üzenetet. Csontvázak, creeperök és egyéb más rüstnyeságok. Milyen ékes nyelvezete volt neki. Egyéb más rüstnyeságok. A Herobrinek pedig valójában nem élő holtak, hanem fantomok. Na, ezt is jó tudni. De mondjuk ezt én is észrevettem, hogy nincsenek nekik igazából úgy... végtagjaik, csak gyakorlatilag ilyen lebegő ruha darabok. De milyen vörösen izzó szemük van már nekik. Nem kell sok, hogy feltaláljam, mit, a szert, ami megállítja őket, de már itt dörömbölnek az ajtón.
Aki ezt olvassa, tudja meg, hogy Herobrine laborja itt van ahol. Na basszus, ebből se tudtam meg sokat. Na mindegy, s leheveredek pihenni. Alszom egyet, hát ebből se tudtam meg sokat. Áj, de jót aludtam. Ott Herobrine már bele is ugrott a vízbe, nem ám elégne. Én van egy nyilvesszőm is, de jó ma. És egy íjam is. Ez mikor került vajon hozzám? Ezt elloptam az egyik csontvásztól. Haha, de jó pofa. Hát most számú lakóházba őszintén szóval még nem jártam, úgyhogy itt körbenézek. Hé, csirkei tuszkál, nagyon jó. Na, ez egy tök dizájnos lakóház. Na jó. Aztán. Nyilván volt ez a lépcső dizájn. De hát itt is ez mi van ezek a likak itt? Hát ezen bármi bejön. Na jó, mondjuk azért például a Herobrinek itt nem fognak beszélni, de úgy... Ma mégis. Na jó, akkor hajrá. Vissza kéne menni a laborba. Hát, ha éppen maradt valami. Most jön képbe az a szisztéma, hogy fogalmam sincs, hogy merre van a labor. Ó, de megtaláltam. Na, lássuk. És lehet, hogy egyszer majd be kéne néznem a polgármesteri hivatalba, de itt is egy ilyen kis... Na, ez a tied. Nagyon óvatosan kell ezekkel bánni, mert ezek tényleg bármikor képesek felrobbanni. Majd még egyszer vissza kéne néznem a polgármesteri hivatalba is, hát ha találok ott valamit. Hé, párduckák, itt futkosnak párduszak. Na jó, Glenora Manorhouse. Hát... Kezdem kapizsgálni, hogy itt is mi történt. Lehet, hogy a fickónak... Fickó már nagyon közel járt ahhoz, hogy... feltalálja a... szert, ami elpusztíthatja a... Herobrineket, és ezért... nem csak őt elragadták, hanem... elpusztították az egész labort. Minden kísérleti feljegyzését gondolom, meg mindent, nehogy valaha bárki legyőzhesse a Herobrineket. Az egyetlen fegyver van ellenük, a fény. Ez így jó pofa. Azt hiszem, tudom, hogy mit kell tennem. Először is megnézem, hogy mi ez a nagy épület itt, mert ebben még nem jártam. Igyekszem feltérképezni a várost. És egy épületet sem szeretnék ebből kihagyni, hát ha... Na, ez nem rossz, még több tök. Erre még egész biztos nem jártam. Itt meg dínje. Ez nagyon bravúros, ez valami farm. Na végre leesett, ez egy farm lesz. Ez, ja igen, biztos itt tárolták a terményt. Ahogy látom, Herobrinek ezt is kifosztották. Szóval ez egy farm volt valamikor. Hm, érdekes. Ez a morgás, ez egészen olyan, mint hogyha egy Herobrine uralkodna a közelben. Hát úgy hallom, hogy inkább arra fele van. Ez így nem állapot, hogy nem lehet itt átjárni. Köszönöm. Lehet, hogy betört ebbe a házba. A
Ha nem, akkor mégis hova a francba mehetett? Itt nincs. Én most őszinte leszek. Fogalmam sincs, hogy honnan jött a Herobrinnek a morgása. Na mindegy. Hiába ölném meg ezt az egyet, úgyis van még rengeteg belőlük, szóval igyekszem nem tudomást venni róluk. Hallja más is ezeket a szisz... ezeket a sziszegő... zörgő, morgó hangokat? Óhatatlanul is értem én, hogy innen. A múltkor is innen hallottam a hangokat. Csak hogy errefele itt nem vezet semmi. Tehát... de a Herobrinnek a morgása is innen jön. Valami földaratti járatok lennének itt, vagy... hát hallom, hogy innen sziszegnek, fújtatnak, ropognak, meg zörögnek, csörögnek, de hát egyszerűen nem. Tehát nem jövök rá, hogy a fenébe van ez a dolog. És újra itt vagyok a templomnál. Na, nagyon jó. Nagyon szép ez a homokkőből épült ház, és... na végre! Na ezt már kerestem egyszer-kétszer. A Hanson's Pig Farm. Szóval itt vannak. Hallottam én, hogy refögnek a malacok, csak... fene se tudta, hogy honnan. De jó. Jé, ezen a malacon már van egy nyereg is. Hát mindig akartam malacon lovagolni, talán most egy próbát tehetnék. Ó, ráültem a malac hátára. Na, készítettem. Oh. Na jó, eleget... eleget... disznagoltam, vagy nem tudom, hogy hogy mondják ezt szakszóval, mert ugye ló lovagolni, akkor disznó az a disznagolni, vagy... nem tudom. Minden esetre most a csákányomra lesz szükségem. Ugye amikor a múltkor itt jártam, akkor nagyon kedvesen beleestem egy, véletlenül beleestem egy bányába, de most szándékosan fogok beleesni. Ma kellemesen tele van minden itt fáklyákkal. De arra lefele egy elég sötét járat van amúgy, de... oda nézzenek, szén. Na erre már
Jó régóta szükségem volt, meg a vasra is szükség lehet még, úgyhogy szedjük csak ezt innen ki, de gyorsan. Nem szívesen lopom el a várostól a szenet, de most per pillanat szükséghelyzet van. Na jó, ennyi szén egyelőre nekem bő. Most egy pillanatra azt hittem, hogy egy ilyen csörgő-morgó, zörgő-morgó hangot hallok, ami ezektől nyomvadt csontvázaktól jön. De most akkor így megnyugodtam, hogy nem. Még itt beomlik rám a bánya, az kéne. De hol a fenébe vezetnek ezek a fáklyák? Engemet. Múltkor nem volt alkalmam megnézni, hogy hova vezetnek a fáklyák. De most így... Ó! Na jó, jobb lesz visszamenni, mert ez most már itt tényleg kezd húzossá válni. Van szenem, van mindenem, nagyon jó. Nem is arra kell mennie, hanem erre itt omlott rám majdnem az egész bánya. Na. Na jó. Vajon innen merre? Na jó, talán jó volna, hogyha felhasználnám a nyereményemet. Arra, hogy egy kicsit... megtömjem magam. Ha már bearadtam ezt a rengeteg búzát, akkor legalább úgy már használjuk is fel. Na jó. Jó, ez jó lesz. Jó, itt bányáztam szenet, akkor helyben vagyunk. Ja, igen, itt ugrottam le. Jó, jó, jó király. Nincs nekem egy ásom. Ó, dehogy nincs. Még jó, hogy ezeket elhoztam a hajómon, mert különben nagy gázba lettem volna, ha ezeket most otthon hagyom. Na, de így most teljesen jó. Na hát ez így most már nem állapot, hogy nem tudok innit. Azt elol. Ó! Oh! Egy ilyen kis csontika. Reméljük, hogy nem kerül harcra a sor. Ez úgy hallom, hogy ez lövöldözik rám elég keményen. Ó, csak nem, ó, ne. Júj, vissza ne essek, mert itt megfulladok még a végén. Hú. Jó. Jó, semmi baj. Egy pillanatra azt hittem, hogy a szkeleton utánam jön. Ott egy ilyen bazi nagy pók. Itt valahol morog egy zombi. Hogy mi az istenek már ezek? Én már semmit nem tudom.
Azt a... Az anyád. De ezek a dög nagy pókok is. Jaj. Én már szembírom ezt a... stresszt. Ez így már nem állapot. Valamit most már ki kéne nagyon gyorsan találnom. Itt morognak a herobrinek, ott ez a zöld fölrobbanó. Hogy is nevezte a fickó? Creeper. Ott az a creeper. Igen, a könyvtár. Nagyon jó. Nagyon király. Csak találjam meg, hogy jó, itt egy gát, nagyon jó. Csak azt tudnám, hogy hogy a fenébe fogok én. Most, hogyha nem találom meg gyorsan a házat, ja, de ott van, jó. Elziekben ott van. Aztán nem tudom, hogy most tényleg jó helyen járok-e. De megint egy ilyen állat nagy pók. Ó, és egy herobrin. Nagyon jó. Gyere, 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 fog, gyere, figyelj, gyere, fog. De gyere, te is, te mocskos fantom vagy, mi az öreg isten vagy te. Nem tudom, mit írt már az a fickó, hogy mi vagy. Hányas számú? 16-os számú lakóház. Nem érdekel. De véletlenül se ez az, amikor... Ó, de hogy nem ez az. Amikor így bemasíroznak itt a... itt már nem jöttek be. Na jó, keressük meg, hogy hol kéne itt aludni, és aludjunk. Jó! Hosszú és kimerítő nap volt. De most megint frissnek és üdének érzem magam. Hú, ott égnek a herobrinek. Lehet, hogy az kéne, hogy ki kéne csalni mindet, valamikor így este ki kéne csalni mindet, és utána mind kigyulladna. Hát, de ez hülyeség. Ez hülyeség, mert miért, hogy tudnám kicsalni őket, amikor azt tudom, hogy hol vannak. Szóval ez így még utólagos tervezésre szorul. Most a fontosabbik dolog az volna, hogy megtaláljam a 2-es számú lakóházat. Amit az Istenért se fogok. Megtalálni, mert hát ez itt esélytelen. Akkor a barom. Úristen, hol, mi, ki, mikor, 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 mikor. Itt is robbant egy bomba, vagy ez a creeper, vagy... Na most aztán már elég volt az összes ilyen nyomorút Herobrine-nak a szörnyűletes áporodott összes nyammat mocskos kísérletéből. Most már tényleg elegem van. És akkor ezek itt mindent elárasztanak. Nagyon jó. Na. Odysseus. Itthon vagyok. Na milyen boldogom véget. És... hoztam némi vasat. Amit ki tudnánk égetni. Na, még egy szemet a biztonság kedvéért. Na jó. Amúgy nincsen itt véletlen egy láda, amiben el tudnám helyezni azokat a dolgokat, amiket most épp nem használok, vagy ilyesmik. Lehet, hogy nekem kéne csinálnom egy ládát. Ah nem, az nem rám vallana, én nem szoktam nagyon építkezni. Na jó, mindegy, erre most nincs idő ökörködni. Hanem ki kéne találni, hogy hol van Herobrine laborja. Már kaptam egy annyi segítsége, hogy itt van a... Csak annyit nem tudok, hogy hol. De legalább most már tudom, hogy valahol ez van. Ez volt ám a nagy segítség. Ezt úgy bírom az ilyeneket. Ja, biztos elragadták közben a Herobrine-nek, azért nem bírta befejezni. Még jó, hogy ez a könyv megmenekült, legalább egy. Legalább megtudtam annak a zöld vacaknak a nevét. Creeper. Milyen jó hangzik ma. Creeper. Ha.
tiszta jó. Creeper. Na jó. Tehát akkor az a gyanúm, hogy itt valahol föld alatti alagútrendszer is van. De hol? Azt tudom, hogy a polgármesteri hivatal alatt elvezet, mert minden alkalommal ott a falnál hallom az örgést, ami nyilvánvalóan ezektől a csontvázaktól jön. Szóval ki kéne találnom, hogy honnan indul az alagútrendszer, és durr, szétütnék ott mindenkit. És akkor hát lássuk újra. A vasa még nagyon jó. Tehát akkor sok mindent ki kéne még találnom. Rá kell jönnöm, hogy hol vezet az alagút, merre vezet, mert valahonnan nyilván indul is. Akkor ott van még az a labor, meg az az utolsó üzenet. Ez itt. Vagy ez mit jelent? Hol van Herobrine-nak a laborja? Ki írta ezt az üzenetet? Hogy lehet megállítani a Herobrine-eket? És mire fogom én felhasználni a kiégett vasat? Hát igen. Végig gondoltam, és jelen pillanatban egyik kérdésre sem tudom a választ. Még. Még nem. De hamarosan mindenre fény derül. Remélem. Nagyon remélem. Hogy én kapom el előbb a Herobrine-eket, és nem úgy mondtam.